Vendégünk Farkas Kornél. Hello, Kornél. Hello, Kornél. Sziasztok. Körülbelül 10-11 éves voltál, amikor először a kezedbe ragadtad a fényképezőgépet. Szentendrén kezdted a fotózást. Igen. Itt pont a felvezetőben én is Szentendrét emeltem ki, hogy biztos lehet rossz fotót csinálni Szentendréről, de ahhoz azt nem igazán lehet szerintem, mert annyira fantasztikus Szentendre. Utána átváltottál a tájfotózásra, és most pedig a vadak szerelmese vagy. Egyetem hogyan jött a vadfotózás az életedbe? Hát a vadfotó, ugye én 2 éven keresztül városfotóztam, ugye Szentendre volt leginkább a fő témám, és akkor iskolából hazafele menet fotóztam templomokat, macsoköves utcákat, háztámokat, tehát ott ugye adva volt, hogy ez egy csodálatos környezet. Aztán pedig ugye bejöttünk Pestre a szüleimmel, és akkor itt is éjszakai városfotókat készítettem, és aztán pedig az egyik ismerősöm kivitt magával vadat fotózni, és akkor ott ebbe beleszerelmesedtem, tehát hogy kelünk hajnalba, kimegyünk oda a határba, akkor letesszük a kocsit, sétálunk, harmadcseppes ott a gumicsizmánk, napfelkelte, és hogyha látunk egy vadat, akkor gyorsan oda megy, vagy hát nem gyorsan, de megpróbálunk róla egy nagyon jó képet csinálni, és hát ugye nincsen egy ugyanolyan hajnal, nincsen egy ugyanolyan este, és ez az, ami igazán megfogott, és váltottam a városfotózásból a természetfotózásra. Mennyire nehéz egyébként a vadakat fotózni, mert itt mondtál, hogy hát nem oda megyünk gyorsan, és akkor lekapjuk, gondolom nagyon türelmesnek kell lennie. Ehhez. Nagyon türelmesnek bizony, én egyébként nem vagyok olyan türelmes ember, sőt egyáltalán. De, igen, és de a természetfotózáson az egy kicsit máshogy van, mert ugye kettő módon tudunk természetet fotózni, ugye vagy egy lesfotózás, tehát hogy vagy mi építünk egy lest, és akkor ott várunk órákat, sőt ugye vannak aki napokat is bent tölt, például Máté Bence is hónapokat is, rengeteg időt ott tölt a lesben, és szuper képeket is csinál. De én nem ez a fajta vagyok, hanem ugye van ez a cserkelés. Mi azt jelenti, hogy próbálunk ott nagyon halkan, ugye gyakran kúszva oda menni a vadhoz, hogyha látjuk, hogy ott legel egy tarlón, és akkor nagyon minimális zavarás mellett próbálunk hozzá oda kúszni, mert ugye akkor a legkisebb esély, hogy észrevegyen minket. Hát ha már még csak 15 éves vagy, de már 4 éve üzled ezt a szakmát, mi volt a legemlékezetesebb pillanatod, vagy a legkülönlegesebb pillanatod, amit átélhettél fotózás közben? Rengeteg ilyen pillanat van egyébként, de a legemlékezetesebb az talán tavaly nyár közepén volt, egyébként az pont egy előadásom utáni napon kimentünk fotózni, akkor már nagyon régen voltam, és akkor ezt a szokásos útvonalamat bejártam, ez egy ilyen kör gyakorlatilag, és ott rengeteg olyan hely van, ahol nagy esély van találkozni őzekkel, sőt szarvasokkal is, vagy hát a vadászok azt mondták, de én sose találkoztam addig velük. És akkor úgy volt, hogy volt egy nagy búzatábla, és azt már kitapasztaltam, hogy sokszor van benne ilyen nagy, zöld, magas gaz, és hát már megszoktam, na, ugyanott vannak, biztos, hogy nem őzagancs, mert ugye sok, vagy szarvasagancs, sokszor ugye összekeverjük vele, de azért biztonságképpen itt távcsővel így átpásztáztam azon a búzamezőn, és akkor láttam, hogy na hát ezek bizony dámszarvasagancsok, dámlapátok. És ugye búzában úgy, hogy a termést se károsítsuk, és hogy halkan menjünk oda hozzájuk, azért az egy elég nehéz kihívás, de ugye vannak traktornyomok, és az ott pont ott volt mellettük. És akkor ott szépen elkezdtem hozzájuk cserkelni, csak térdelni kellett szerencsére, és tényleg egy fél órán keresztül ott fotóztam őket úgy, hogy nem is tudtak rólam. És ez egy iszonyatosan jó élmény volt, mert már nagyon régóta akartam egy olyan képet készíteni. Ma van a Magyar Fotográfia Napja. Ki az a fotós, vagy kik azok a fotósok, akik hatással vannak rád? Kiket szoktál követni? Hát Máté Bencét mindenféleképpen. Tehát az, hogy milyen nagy elhivatottsággal jár egy téma után, vagy állatok után, és milyen leseket épít, hát az elképesztő. Meg Daróczi Csaba, ő pedig nagyon érdekes perspektívából mutatja be az élővilágot. Úgyhogy ők ketten az, akik rendkívüli módon inspirálnak engem. Szerinted mi magyarok, miben vagyunk erősek a fotózásban? Ez a változatos time, már ott a felkunkban ti is említettetek, tehát ez egy nagyon jó adottság a Magyarországnak, és ezt ugye a fotósok szerencsére ki is használják. Tehát, hogy itt a természetfotózás is, hogy ha valaki szeretne hegyvidéki környezetben egy olyan képet csinálni, ahol leül a pára, de csak a hegycsúcsok kilátszanak és napfelkelte van, az is megtalálhatja a helyét, például Dobogókőn. De hogyha valaki ilyen alföldi pusztában szeretne darvakat vagy vadlovakat fotózni, annak pedig ott van Hortobágy. Tehát ez a változatos tájmi iszonyatosan nagy erőssége Magyarországnak. Gondolom neked is vannak bakancslistás helyek, tervek. Mi lenne az, hogyha mondjuk csak egyet mondanál? Az egyik az, hogy Szlovákiában egy szarvasbőgés fotózás, és az úgy néz ki, hogy össze is fog jönni, úgyhogy az most a legközelebbi projekt és a bakancslistás helyszín, de például egy erdélyi medve fotózáson az is még egy szuper élmény lenne.
Magadon egyébként mit látsz, hogyan lehet fejlődni fotózásba? Hogyan zajlódik egy ilyen fejlődés történet? Ugye 11 éves korod óta kezdted el a fotózást, most 15 vagy, reméljük, hogy nagyon sokáig fogsz fotózni. Hogyan fejlődik egy fotósnak az élete? Az egy nehéz kérdés szerintem az, hogy minél többet járjon ki, és beszélgessen más fotósokkal, tehát ez a tapasztalat, tehát hogyha meg sokat olvasson róla, tehát így szerintem így ezek azok a kulcsok, amik így egy jó kis fejlődést fel tudnak építeni. Itt már beszéltünk Gerivel arról, hogy mi csak mobillal fotózunk. Neked mi a véleményed erről? Lehet ugyanolyan jó fotókat, értékes fotókat készíteni akár mobillal, vagy a nyomtatott kép az még mindig a nyomtatott kép, a nagy géppel, a profi géppel készült kép? Hát azért szerintem bárki bármit mondod, ez a fényképezőgép, na az a csúcs, és hogyha főleg az a kép, amit fényképezőgéppel készítettünk, és ki van nyomtatva, na hát az a legjobb, mert bárki bármit mond, azért olyan részleteket tudunk egy nyomtatott képen észrevenni, ami telefonon egyáltalán nem, és szerintem nyomtatva még a kép az életre is kell, és ezért mindig érdekes egy kiállítás. Ami nagyba ki van nyomtatva a kép, és ezt szép környezetben látjuk, na hát az egy nagyon szuper élmény egyébként. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött, és további sok sikert kívánunk. Nagyon szépen köszönöm.